Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, egy baráti kézfogással köszöntsük egymást a gyülekezetben. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk az Úr nevét, hívjuk segítségül az ő szent nevét a 25. Zsoltárunk első és második versével. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Ura. Helyünket elfoglalva, Isten igéje lélek és élet. Halljátok meg az élet beszédeit, amely megvan írva a 73. Zsoltárban a következőképpen. A kételkedő ember megnyugvása, Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert irigylettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek,
elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűn nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak majd elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Uramat tartom oltalmadnak, hirdetem minden tettedet. Isten tegye áldotta az ő igéjének olvasását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Felséges Istenünk, mindenható édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert egyedül te vagy szent és igazságos, aki szeretsz bennünket, de mégis gyűlölöd a bűnt, aki szeretetedből odaadtad a te egyszülött fiadat engesztelő áldozatot a mi bűneinkért, azért, hogy bennünket szeretettel hív magadhoz. Bármilyen messzire is mentünk, tőled, az atyai háztól, mégis jöhetünk hozzád, jöhetünk megtörten, erőtlenül, bűnbánattal a szívünkben, kérve azt, hogy atyánk, bocsásd meg nekünk, amit ellened vétettünk, fogadj vissza magadhoz, és mi hisszük azt, hogy a te szerető karoddal átölelsz bennünket. Urunk, te tudod és te ismered szívünk minden bánatát. Te tudod, hogy éppen most is, hogy vagyunk itt ezen az Isten tiszteleten. Talán valami lelki baj gyötör bennünket, fájdalom, betegség, gyászterhe, de mégis arra kérünk téged, hogy tekints ránk kegyelmesen, hogy a te jelenlétednek öröme és békessége hasson át bennünket ezen az alkalmon. Urunk, hadd tudjunk téged tiszta szívvel szabadon magasztalni, tudva az, hogy te az az élő Isten vagy, aki nem csak régen, az ősidőkben szóltál az ősatyákhoz,
a hívőkhöz, hanem szólni akarsz ma is hozzánk, ma élő gyermekeidhez. Urunk, éhezzük és szomjazzuk a te igédet. Kérünk, töltsd be azzal egészen bennünket. Arra kérünk téged, hogy lelkeddel járj át minket, hogy mindaz, amit kapunk tőled, az az életünkre valódi vigasztalást, valódi bátorítást nyerjünk a mi lelkünknek. Urunk, kérünk, áld meg az igét, hogy érje el ne csak a fülünket, hanem egészen a fülünk mellett a szívünket is. Hogy tudjunk a te igédnek ne csak hallgatói, hanem annak befogadói és megtartói lenni a te nagy neved dicsőségére. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 153. dicséretünkkel. A 153. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az az ige, amely által szólni kívánok közöttetek, Isten segítségül hívásával, megvan írva Malakiás próféta könyvének 3. részében, a 13. verstől a 21. verssel bezárólag.
a következőképpen. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azoknak, akik őt félik és megbecsülik a nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztuk majd, mint a hizdalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpotok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr igéje számunkra maradékról beszél, mégpedig egy istenfélő maradékról. Mennyi mindenben, talán a mindennapi életben is látjuk ezt a maradékot. Egy darabka kenyér, egy kevés, ami az egészből visszamarad. Megmarad az ebédről, vagy éppen az ünnepi lakomáról. Maradék a tubus alján, legyen az majonéz, fokrém, vagy gyógyszertári kenőcs. Maradék folyékony mosószer, ami teljesen beborítja a flakont, de igazából már nem látunk belőle semmit. Maradék cukor vagy liszt, amit kirázunk a zacskó sarkaiból. Maradék energia, amiből gazdálkodnunk kell, mert ennyit kaptunk az Istentől. Maradék pénz, amikor az ember számadást végez az anyagiakban, és azt kell, hogy lássa, hogy igen, ennyim van, és valahogyan ezt kénytelen vagyok beosztani. Maradék rokonok és barátok, akik évek, évtizedek után mégis minden baj ellenére velünk maradnak. Maradék magyar népünk itt Kárpátalján, akikkel mégis itt vagyunk, itt élünk, itt küzdünk, és itt szeretnénk megmaradni. Itt szeretnénk megélni a mi hitünket. Maradék hit, ami hiszem azt, hogy mégis él. Él még bennünk, bárhol is éljünk, bárhol is legyünk. Maradék. Talán egyre kevesebb érték a mai világban. Persze sokan megörökítik és mutogatják, hogy lám, nézd meg, csak ennyi marad belőle. De olyan világot élünk, ahol direkt úgy készítik a termékeket, hogy minél több menjen kárba. Azt is kifizetjük, ami igazából hát nem is lenne szükségünk rá. És valahol majd a kukában fog landolni. Olyan világot élünk, ahol azt hirdetik, hogy
Kettőt fizet, egyet kap. Egyet fizet, kettőt kap. És kedves testvérek, közben meg még lehet, hogy egyáltalán nem lenne rá szükségem. Vannak persze, akik becsben tartják a maradékot. Ők azok, akik értékelik, amiük van. És nem olyan könnyen szabadulnak tőle. Talán azt a maradékot is megpróbálják valamilyen módon felhasználni. Talán azt a műanyag flakont is úgy alakítják, úgy vágják, hogy legyen belőle egy szép virágnak a tartója. Kedves testvérek, sokan még látják a maradékban az egészet. Látják a maradékban, hogy az igenis érték. Azt látjuk Isten igéjéből, hogy van Izraelben még maradék, akik félik az Urat teljes szívükből. Hát nem természetes ez. Abban a korban, amikor Isten népeinek a hite nagyon meggyengült, felhigult, hiszen az áldozatok még folynak, a papság még végzi a szolgálatát, az emberek még, amit Isten kér tőlük, igyekeznek majd odavinni az ő házába, de mégsem olyan szívvel. Mert amikor viszik az áldozatokat, akkor nem hibátlant visznek, hanem csonkabonkát, sérültet, beteget. Azt gondolják, hogy az Istennek jó lesz ez is. Aztán amikor az Isten kéri a tizedet, hogy szolgáltassa be a nép az ő templomába, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem eleget kért Isten, miért kell nekem még a tizedemet is odaadni? És ezért sokan már vagy nem annyit visznek, vagy egyáltalán nem visznek az Isten házába tizedet. Aztán vannak, akik már nem veszik komolyan azt sem, hogy a házas életnek tisztának kell lenni. Hiszen vannak olyan izraeli férfiak, akik nem a saját népükből vesznek feleséget, hanem idegen népek közül, akik bálványimádóak voltak, és nagyon sokszor ezt a bálványimádást vitték be a házasságukba, ahol az izraeli férjek követték nagyon sokszor az ő feleségüknek a hitetlenségét és bálványimádását. Úgy tűnik, hogy Isten népének a hite felhigult. Megvan még a keret. Még ott van az Isten háza, ahová mennek az emberek őt imádni, de már nem olyan szívvel. Úgy tűnik, hogy talán már kiveszett az emberekből az igaz hit. Talán már csak a felszínesség és a képmutatás jellemzi az ő Isten tiszteletüket. Végig, ahogyan olvassuk Malakiás könyvét, Istennek feddéseivel találkozunk. És itt a végén mégis jön egy biztatás, hogy mégsem fogyott el a hit Izraelből. Hogy mégiscsak van egy maradék, istenfélő nép, akik teljes szívükből mennek az Urat imádni, akik megteszik azt, amit Isten kér tőlük, akiknek nem esik nehezükre adni az Istennek, akiknek öröm imádkozni az Úrhoz, akiknek öröm hallgatni a tanítást. Van maradék. Ez a fogalom végig húzódik az egész Szentíráson. Már megjelenik a prófétáknál is, ahol az Isten kiválasztásával függ össze, a bűn miatti ítéletével, Isten könyörülő szeretetével és örök hűségével. Mi a maradék, testvérek? A maradék a Szentírás szerint az, ami Isten akaratából megmarad.
egy új kezdet. Isten ígéretei beteljesedésének a hordozójává lesz. Ezért a maradék nagyon fontos kulcsszava a Szentírásnak. A maradék gondolata már egészen a Szentírás elején is felelhető. Gondoljunk csak Noéra és családjára, akik kegyelmet kapnak az Úrtól, és nem pusztulnak el az egész emberiséggel együtt, mert Isten ítéletet tart az egész föld felett. De mégis az Úr kegyelmes, mert hagy egy maradékot. Noé és családja az egész emberiségnek a maradékává lesz. És így lehet majd újat kezdeni az özönvíz után. Aztán gondoljunk csak Ábrahámra, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a hívőknek az atya, akivel Isten újat kezd, kiragadja Ábrahámot az istentelen világból, elhívja őt, hitet ad neki, célt ad neki, reménységgel tölti be Ábrahámnak a szívét. És így lesz Ábrahám áldássá, nem csak Izraelnek, hanem a föld minden nemzetségének. És így lesz majd a későbbiek során Izraelben fontossá ez a fogalom, amikor Illés lesz a próféta Aháb uralkodása idején, ahol Izrael teljesen elfordul az Úrtól. Illés pedig Aháb felesége elől, Jézabel elől menekül, mert Jézabel egy Baál kultuszt képviselő asszony, aki behozta Izraelbe a bálványimádást, és nem bírja Jézabel hallgatni Illésnek az ébresztő szavait, hogy hagyják el a Baál imádatát, és kövessék, imádják ezzel egyedül az Urat. Jézabel halálra keresteti Illést, aki elmenekül, kénytelen. Elmenekül a Hóreb hegyhez, és elpanaszolja az Úrnak, hogy halálra keresik őt. És azt mondja, Uram, egyedül maradtam. Uram, hol vannak a hívők? Látod, hogy mindenki a Baált imádja. És hiába mondom nekik, hiába próbálom észhez téríteni a királyt, és nem hallgatnak rám. Uram, mit vagyok egyedül? Egyedül maradtam, aki még segítségül hívom a te nevedet. És ekkor jön Istennek a vigasztaló válasza, amikor azt mondja, hogy Illés, nem maradtál egyedül. Illés, van maradék, bár el fog jönni erre a népre az ítélet, de meghagytam 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baál istenség előtt, hanem teljes szívükből követnek engem. Kedves testvérek, és ugyanez a fogalom látszik, tűnik ki a későbbi profétáknak a proféciáiból is. Csak egy kicsit már változik a helyzet, mert azt olvassuk a későbbi profétáknál, akár Ámosnál, Ézsaiásnál, Jeremiásnál, hogy most már a maradéknak is meg kell térni az Istenhez. Hogy most már a maradéknak is teljes szívéből oda kell fordulni az Úrhoz. És nem mondhatják mindig azt, hogy mi az Isten kiválasztott népe vagyunk, hanem oda kell fordulni, el kell hagyni mindent, ami elválaszt bennünket az Istentől, hogy teljes szívükből a maradék is tudja követni az Istent. És ígéretet kapnak, hogy az Úr megtisztítja és megszenteli őket. És végül így lesz majd a babiloni fogság után, miután 70 év után hazajön
Istennek a népe, ez a hazajött nép lesz a maradék. Az új szövetségben az Úr Jézus Krisztus is használja ezt a fogalmat. Éppen a tanítványaival kapcsolatban mondja. Hiszen úgy tűnik, hogy sokan nem hisznek az Úrban. Eljött a Messiás, és Izrael nem fogadta be az Urat. És mégis az Úr Jézus a kereszt halála előtt, Lukács evangéliumában, a 22. rész 28. versében azt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben. És végül Pál apostol azt mondja, hogy a názáreti Jézus, Ábrahám utóda, Dávid sarja, az egyetlen maradék, aki által az Atya mindeneket megváltott, újjáteremtett, és egybe szerkesztette a népeket. Hogy most már nem külön népek legyenek, hanem egy legyen. Egy olyan nép, amely valóban az Urat dicsőíti teljes szívéből. Végül pedig olvassunk arról is, hogy van az utolsó időknek is maradéka. A 2. Tesszalonika 2.3-ban azt olvassuk, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvény tipra a kárhozat fia. Isten igéje, testvérek, az utolsó időben azt mondja, hogy lesz egy általános hitehagyás. Ahol talán tömegével fognak elfordulni az élő Isten tiszteletétől. De azt mondja az ige, hogy amikor eljön a törvénytipra a kárhozott fia, nem fog mindenkit behálózni. Hanem akkor is lesznek olyan emberek, akik hűségesek maradnak az Istenhez, akik hűen követik majd az Urat, annak ellenére is, hogy ez lehet börtönbüntetéssel, bántalmazással, vagy éppen halállal fog járni. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a hét gyülekezetnek, kis-ázsiai gyülekezetnek üzen, akkor különösképpen is kemény szavakkal illeti a szárdiszi gyülekezetet. Azt mondja az Úr Jézus a szárdiszi gyülekezetről, hogy hát én ismerlek téged, az a neved, hogy élsz, pedig igazából halott vagy. De végül van itt egy biztatás. Azt mondja, de vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Testvérek, mit mond számunkra ez az ige? Hogy még egy halott gyülekezetben is. Hát Jézus azt mondja, hogy te halott vagy. Mennek az alkalmak, jönnek az emberek, az Urat dicsőíteni, és mégis valahol lelkileg el vannak szakadva az Istentől. És azt mondja Jézus, hogy de még közöttetek is vannak, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Közöttetek is vannak olyanok, akik teljes szívükből követnek engem. Micsoda biztatás lehet ez, kedves testvérek, nekünk is, akik nagyon sokszor azt látjuk, hogy mennyire elfordultak az emberek Istentől. Amikor nagyon sokszor azt látjuk, hogy még azok is, akik talán régen olyan buzgóak voltak, és valahogy eltűntek a gyülekezetből, nincsenek itt. De azt mondja az Úr Jézus, hogy mégiscsak vannak olyanok, akik kitartottak. Mégiscsak vannak olyanok, akik hűen követnek engem. Igen, testvérek, az Úr kegyelméből mégiscsak van maradék. És ez a maradék, ne gondoljuk, hogy olyan elhanyagolható. Hát csak ennyien vagyunk. Nem. Az Isten, kedves testvérek, csodálatos módon becsüli, őrzi ezt a maradékot,
megtartja ezt a maradékot. És nem csak a mai időben, hanem az örök életre is megtartja az Úr őket. De ez a maradék Isten igéjében, a maradék Isten félő nép most panaszkodik az Úrnak. Elpanaszolja a baját, mégpedig amiatt, mert azok között, akik között élniük kell, nagyon sok ember nem hiszi az Istent. És felháborodnak ezek a maradék hívő emberek, látván, hogy mi zajlik körülöttük. És azt mondják az Istennek, hogy Uram, hát inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísérték az Istent, és mégis megmenekülnek. És eljutnak odáig, hogy hát akkor érdemes szolgálni az Istent? Érdemes az ő szövetségéhez tartozni? Amikor a törvényszegők, az istentelenek jobban járnak és jobban élnek, mint mi? Ha jól megy a sorsuk, és nincsen semmi következménye az ő tetteiknek. Kísértik az Istent, és nem törődnek vele. Ám ezzel szemben, kedves testvérek, Isten bíztatja az ő maradék népét, és azt mondja, hogy én népem, ti ne törődjetek velük. Ne csak azt lássátok magatok előtt, hogy nekik milyen jól megy a dolguk, hanem lássátok azt is, hogy én különbséget teszek köztetek és közöttük. Eljön majd az idő, amikor külön választom ezt a kettőt, és ti megmaradtok, ők pedig el fognak veszni. És azt olvassuk az igében, hogy az Úr beírta az ő gyermekeit egy könyvbe, emlékeztetőül. Drága testvérem, ha te úgy vagy itt ezen az alkalmon, hogy mindennek ellenére mégiscsak szereted az Urat, vallod bátran az ő szent nevét, és lehet, hogy a te szívedben is ott van a keserűség, hogy annyi embernek jó dolga van Isten nélkül, én meg szenvedek, akkor ne feledd el, hogy van egy Isten, aki annyira szeret téged, hogy beírta a te nevedet az ő könyvébe, azért, hogy soha ne felejtsen el, hogy mindig előtte légy. És amikor eljön a számonkérés ideje, akkor ne keserűség maradjon a szívedben, hanem maradjon a szívedben öröm és hála, hogy az Isten nem csapott be engem. Kedves testvérek, vajon nincsen különbség hívők és hitetlen emberek között? Higgyük el, hogy van különbség már most is. Hiszen milyen más lelkület uralkodik egy istenfélő embernek a házában, meg egy istentelenében. Mert az istentelen ember házában sokszor ott a békétlenség, sokszor ott van a káromló beszéd, de az istenfélő házában van békesség, van kedves beszéd, van szeretet, amire vágynak az istentelenek is, csak ők másképpen szeretnék azt megkapni. Az istentelen házában állandó nyugtalanság van. Félelem. Félelem a holnap miatt, félelem majd az eljövendő miatt, ami senkit nem kerül el. De az istenfélő embernek reménysége van. Uram, én minden gondomat rád bíztam. Ezért nem kell állandóan törnöm az én kezeimet, hogy jaj, mi lesz velem, mert én hiszem azt, hogy neked gondod van az én életemre is. De az istentelen embernek csak magára van gondja,
Az istentelen embernek nincs kiben bízni, csak magára számíthat, és végül egyedül marad. De a hívő maradéka Istennek nincs egyedül, testvérek. Mert Isten az ő áldásaiban már most ebben az életben is részesít, és lehet, hogy az nem látványos, lehet, hogy nem lesz olyan házad, mint annak a hitetlennek, de lesz egy olyan életed az Istentől, amelyben az Úr uralkodik a te szívedben. Átjár téged, számíthatsz rá, és nem hagy el téged soha. Olyan szépen kifejezi egy vers, hogy mennyire az Isten számon tart minket. Egy bizonyságtétel ez, az a cím, hogy itt maradtam. Elhasználtan itt maradtam, mint félretett kopott kosár, amelynek már alja sincsen, senkinek nincs hasznára már. Sokan el is felejtettek, mi van velem, élek, halok, ólomlábon cammognak már az éjszakák, a nappalok. Hála, mégiscsak van valaki, aki számon tart engemet. Hű teremtőm számon tartja napjaimat, éveimet. Az csak ő tudja egyedül, életemet miért adta. Betölti sok eseménnyel lelkem gondviselő atya. Tudom, atyám nem ok nélkül adott erőt, napsugarat. Hűségesen szolgáljam őt hosszú évtizedek alatt. Övé vagyok, ő mondja ki egy szép napon. Szolgám elég, elvégezted, mit rád bíztam, lelked befogadja az ég. Itt maradtam, de nem véglek. E múló föld nem a hazám. Tőle jöttem, hozzá megyek. Kihez máshoz? Hiszen atyám. Drága testvéreim, igen, erősítsen meg bennünket, hogy nem maradtunk egyedül. És tekintsünk arra az Istenre, aki eljön majd értünk, és bevisz az ő dicsőségébe. És végül azt mondja Isten igéje nekünk, hogy eljön majd az idő, amikor meg fogjátok látni, hogy milyen nagy különbség van a hívő és hitetlen között, az Isten tisztelő és az Isten nem tisztelő között. Igen, eljön majd az idő, testvérek, amikor oda fogunk állni mindjárt az Isten ítélőszéke elé. És azt mondja a Jelenések könyve, hogy két oldalt fogunk állni, az Úr Jézus jobbja és balja felől. És azok, akik az Urat imádták, tisztelték egész életükben, azok jobbjánál fognak majd állni, és azok, akik nem hittek benne, azok majd a másik oldalt lesznek. És azt mondja az Úr, hogy majd meglátjátok akkor, hogy elpusztulnak, elégnek, mint a pejva, azok, akik nem törődtek az Istennel, de ti megmaradtok, élni fogtok, mert a ti nevetek be van írva az élet könyvébe, mert ti az övéi vagytok. Drága testvérek, az Isten ítélő székénél semmi bizonytalanság nem lesz. Vagy ezen az oldalt fogsz állni, vagy azon az oldalt. Az Isten országában nincs tétovázás. Sokan szeretnék elkenni a dolgokat, összevegyíteni, összekeverni. Testvérek, vagy legyünk jó fák, és jó gyümölcsöt fogunk teremni, vagy romlott fák, és teremjünk romlott gyümölcsöt. Vagy a juhok közé tartozunk, vagy a kecskék közé tartozunk, képletesen értve. Vagy a megváltottak hála énekezzenk majd az ajkunkon az Úrnál, vagy az elkárhozottaknak a halálsikolja. Vagy édes víz fakad belőled, vagy keserű. Van maradék, testvérek. Isten számon tartja őket. Eljön majd a nap, amikor meglátjuk, hogy milyen nagy különbség van. Ami most még sokszor nem mindig nyilvánvaló. Bár, mint hallottuk, azért van különbség, nem is kicsi.
hát tartozzunk mi is, testvérek, azokhoz, akik az Urat követjük, féljük, szeretjük az ő nevét, és hűek maradunk. Mindannak ellenére, amit látunk a világban, a sok igazságtalanságok ellenére is, egyszer majd mindennek meg lesz, testvérek, a büntetése, ítélete, jutalma. Legyen a mi jutalmunk, hogy mi örökké az ő országában lehetünk. Amen. Válaszoljunk az Úr szavára énekszóval. A 458. dicséretünk első versét énekeljük. A 458. dicséretünk első versét énekeljük. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Gyertek, imádkozzunk! Drága Istenünk, hálásak vagyunk neked a te biztatásaidért és figyelmeztetéseidért. Köszönjük neked, Urunk, hogy akkor, amikor elkeseredik a mi szívünk a sok igazságtalanságnak tűnő dolgok miatt, amikor talán egyedül érezzük magunkat, úgy, ahogyan Illés, aki azt mondta, hogy Uram, egyedül maradtam, mi lesz most? És mégis felnyitod a szemünket, hogy nem vagyunk egyedül. Igenis, van maradék, akik még mindig tiszta szívből követnek téged, és segítségül hívják a te nevedet. Urunk, add, hogy mi is ehhez a maradékhoz tartozzunk, hogy mi is téged válasszunk, drága Jézusunk, aki megváltottál minket, szeretsz, aki elpecsételtél magadnak bennünket, akik hiszünk. Köszönjük, Urunk, hogy te általad igenis be van írva a nevünk az életkönyvébe, és nem vagyunk elfeledve, még a halál, a koporsó sem törli ki a mi nevünket. Lehet, hogy a földi névjegyzékből igen, de a mennyéből nem. És az hadd erősítsen most bennünket. Urunk, te állj így mindazok mellé, akik sok mindenben küszködnek, akiknek, Urunk, gyász van a szívébe, és szeretnének vigasztalást nyerni általad. Urunk, te állj azok mellé, akik most talán a kórházi ágyakban fekszenek, és szeretnének végre meggyógyulni és hazamenni. Urunk, vigasztald meg őket, hogy íme te velük vagy, és szereted őket. És ha valóban bíznak benned, van hatalmad őket meggyógyítani. Drága Istenünk, így légy továbbra is a mi magyar népünkkel, így légy továbbra is református népünkkel, hogy minél többen felébredjünk, és kövessünk téged teljes szívből hűségesen. Így áld meg, Urunk, a mi országunkat, Ukrajnát. Urunk, te adj minél több istenfélő vezetőt, akik benned bíznak, és akik
nem a maguk erejében, hanem a te erődben reménykednek. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket a te drága szent nevedért, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, áldás vétel előtt énekeljük a 461. dicséretünk első versét, református himnuszunkat, Mindig velem, Uram. Gondol ránk az Úr, és meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem az adakozás lehetőségét Isten igéjével. Aki bőven vet, bőven is arat, aki szűken vet, szűken is fog aratni. Isten dicsőségére adakozott Mornár József 200 grivenyt, névtelenül egy testvérünk 200 grivenyt, névtelenül egy testvérünk 5000 grivenyt, névtelenül egy testvérünk 500 grivenyt, Pataki Olga 5000 forintot, Lőrinc Csaba 200 grivenyt, és névtelenül egy testvérünk 200 grivenyt. Isten tegye áldottá a jókedvű adakozók életét. Szeretném hirdetni, hogyha az Úr engedés élünk, akkor a jövő heti alkalmaink a szokott időben rendben lesznek megtartva, a házi bibliaóráink, a hétköznapi Isten tiszteletünk csütörtökön 6:30-tól kezdődik, illetve a vasárnapi Isten tiszteletünk a szokott időben 11 órakor fog kezdődni. Mindenkit szeretettel hívogatok ezekre az alkalmakra. Hirdetem továbbá azt is, hogy ha az Úr engedés élünk, akkor jövő hét pénteken kirándulni fogunk menni a Fekete-hegyre, és éppen ezért kérem majd a testvéreket, hogy csütörtökig jelezzék felém, vagy a presbiterek felé, hogy szeretnének jönni erre az alkalomra. Pénteken 7 órára kérem, hogy majd legyenek ott a gyülekezeti ház előtt, akkor lesz majd az indulás. Most pedig záróénekül a 459. dicséretünket énekeljük. A 459. dicséretünk így kezdődik. Áldó hatalmak oltalmába rejtve. Yeah.
Engem Baksa Zsoltnak hívnak, a Nagymuzsai Református Egyházközség lelkipásztora. Én máron 8. éve szolgálok itt a gyülekezetben. Itt élek a református parókián, feleségemmel és 2 gyermekemmel együtt. Ez a község, Nagymuzsaj, egy ősi magyar község. A református templomot 1337-ben kezdték el építeni Keresztelő János tiszteletére, amely egy nagyon komoly építkezés volt a magyar őseink részéről, hiszen mind a mai napig látható az, hogy milyen formában fennmaradt ez a templom. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ez egy gótikus stílusban épült kőtemplom, amelyet ugyan a történelem során több alkalommal is megrongáltak, hiszen Nagymuzsajt, magyarságunkat többször is elhurcolták, egyszer a krimitatárok, majd utána a lengyelek, de az Isten mindig megerősítette a mi magyar népünket, és szinte tényleg mondhatjuk azt, hogy a poraikból is újra tudtak építkezni, a templomot ki tudták javítani, és érdekes módon hiába jöttek ezek a csapások, egyik a másikát követte, de mégis egyre szebbé tudták varázsolni, teremteni ezt a falut. Én hiszem azt, hogy az Istenbe vetett hitük, az nagyon nagy szerepet játszott ebben. Tulajdonképpen a 1557-ben történt meg az a nagy változás, mely szerint a falu lakosságának a nagy része átállt reformátusnak, és tulajdonképpen akkor került ez a templom is a református kézre, mind a mai napig. A református egyházunk már kezdetektől fogva virágzásnak indult, hiszen 1600-ban már református iskolával rendelkezett, Gyarmati Péter volt az első tanítója, és igazából mindig igyekezett az egyház újítani, mindig igyekezett az egyház korszerűsíteni. Büszkék vagyunk arra is, hogy egy sírhely is, egy kripta is található a templomunkban, az úrasztala alatt, mégpedig Vai Ábrahám gróf és az ő családjának sírhelye ez, és állítólag annak idején még kincset is elrejtettek benne, egy gyűrűt és 2 kardot, amelyet majd később egy leszármazottja, egy borzsovai református lelkész kivásárolt, és tulajdonképpen az ő tulajdonába került. Azt tudni kell még a gyülekezetünkről, hogy egy híres lelkipásztor is szolgált itt, még az 1900-as évek elején. Ő Narancsik Imre lelkipásztor, aki egy tudós lelkész, nagyon sok mindent tett a magyarságunkért, és a mi református egyházunknak az erősödéséért, és igazából 1947-ben elhurcolták őt Irkutszba, egy haláltáborba, és igazából onnan soha nem jött vissza. Úgyhogy őt vértanú lelkészként tartjuk számon a gyülekezetbe. Egy emléktáblát is készítettünk, látható a templom bejárata mellett. Tulajdonképpen a református közösség az, amely a legnagyobb itt a faluban. Körülbelül olyan 650 főt számlál a gyülekezetünk. Igyekezünk a gyülekezet minden részén, minden területén jelen lenni, megszólítani a fiatalokat. Van ifjúsági csoportunk, akik minden héten összejönnek, Isten igéje köré gyűlnek. Éppen a múlt héten volt egy konfirmandus hetünk, akkor a gyerekek közötti szolgálat is aktív, hiszen 2 héttel ezelőtt éppen gyerekhetet tartottunk itt a gyülekezetben, amelyet nagyon szeretnek, nem csak a fiatalok, hanem az idősebb generáció is szívesen csatlakozik ehhez az alkalomhoz. Az asszonyok főznek a gyermekekre, a fiatalok pedig készítik a programokat,
és tartják igazából egész héten a foglalkozásokat. Vannak külön házi bibliaóráink, azok is minden héten rendszeresen meg vannak tartva, rendszeres istentiszteleteket tartunk a templomban, úgyhogy igyekszünk megélni a hitünket. Igaz, hogy nem mindig egyszerű, hiszen minket is sújt az elvándorlás, nagyon sokan elmennek, viszont ahogyan beszéltem is az istentiszteleten, Isten mindig ad maradékot, Isten mindig ad olyan embereket, akik hűségesek, és én bízom abban, hogy itt Kárpátalján is megmarad a mi magyar népünk, és hát hiszem, hogy az Isten megerősít bennünket, megtart bennünket, ahogy a évszázadok során is tette, és abban bízom, hogy az Úr majd újjáérez bennünket, hogy ismét régi fényben tündökölhessünk.